Hogyan tartható meg a népesség vidéken? Mely környezet és jogi tényezők befolyásolják a szaporulatot, vagy éppen az elvándorlást? Ez volt a témája a Magyar Tudománynapja alkalmából rendezett konferenciának, amelyen neves magyarországi jogászok is betekintést nyújtottak a vidékfejlesztés lehetőségeibe. Az étkezési szokások nagyban befolyásolták azt, hogy az ember magnézium bevitele a szervezetbe erősen csökkent. De nem csak ez. Maga az élelemben is csökkent a magnézium koncentrációja. A konferencia fő témája a vidékfejlesztés lehetőségei, valamint a vidék népesség megtartó erejének tényezői voltak. A kiemelt előadásokban azokról a valós helyzetekről volt szó, amelyek a vidék, mint életforma fontosságát támasztják alá. Az ember a vidéknek egy része, és a vidéknek emberbarátságosnak kell, hogy legyen. Az azt jelenti, hogy annak esztetikai és egészségi állapota olyan legyen, hogy az ember ott jól érezze magát. Véleményem szerint a vidék befolyásolhatja minden esetre azt a tényt, hogy valaki azon a vidéken megmarad, vagy elmegy. Hogyha a vidék emberbarátságos, a vidék megengedi azt, hogy az ember ott jól érezze magát, hogy az életét egészségben eltöltse, akkor megvan annak a feltétele, hogy az az ember ott marad azon a helyen. Persze ez csak egy feltétel. Ez nem elegendő ahhoz, hogy a lakosságot egy bizonyos helyen megtartsa. Mert a vidék persze fontos, de ha nincs munkalehetősége, ha nincsenek meg a többi feltételek, akkor a vidék igaz, hogy fontos, de nem elegendő. Gyakorlatilag nem csak innen van migráció, hanem onnan is, és mindig az értéket viszik el, és az érték elvitele az gyengít. A mezőgazdaság az egy szükséges eszköz, de nem elégséges eszköz a vidék fejlesztéséhez, hiszen a vidéken tartás az életminőség, és az életminőségnek csak egyetlen aspektusa maga a mezőgazdaság és a mezőgazdaság színvonala. Nyilván, ha versenyképesen visszük a mezőgazdasági termelést, a mezőgazdasági tevékenységet, az sokat segített az életminőség javításában, hiszen a kereseteket módosíthatja, az embernek a megélhetése lesz jobb, a környezete lesz jobb, értelmesebb, intelligens emberekkel tud érintkezni, és nyilvánvalóan nőnek az ő igényszintje is, és ez az igényszintet próbál megfelelni, vagy megfeleltetni az életét. Viszont a fejlesztéshez hatalmas méretű beruházásokra van szükség, hogyan megteremteni ilyen körülmények, gazdasági körülmények között ezeket a beruházási feltételeket. De erről szól az előadás tulajdonképpen. Hát hogy egyrészt az, hogy a vidékfejlesztésnek vannak saját forrásai, a másik előadásunk is erről szól, hogy vannak forrásai a vidékfejlesztésnek. Most az a kérdés, hogy ezt mire érdemes használni. Arra érdemes használni, hogy a gazdaságot érintjük, termelői beruházásokat hozzunk létre, vagy pedig a környezetet szépítsük, legyen belőle járda, óvoda, és így tovább. Mind a kettő szükséges, de én azt gondolom, hogy a hosszabb úton kell elindulni, a gazdaságot kell fejleszteni, amelynek az eredményessége alapján magával kell hozni azt, hogy a ilyen infrastruktúrális beruházások, a kultúra telepítés, a nevelés, az oktatás az egyre fejlettebb tud lenni. Hát ezekről szeretnék én szólni. Az észak-alföldi régió, illetve az észak-magyarországi régió, az mind a két esetben a gazdasági beruházások voltak túlsúlyban. A szakmai konferencián összesen 37 hazai és külföldi szakdolgozat hangzott el. Szó volt a zenekultúráról, a gazdasági helyzet javításának lehetőségeiről, de a vidéki jogrendszer megéléséről is. A Létünk folyóiratban alapozódott meg az a fajta megközelítés, amely egyrészről a jogszokások történeti szerepéről, létjogosultságáról beszélt az elmúlt időszakban, illetve a jelen és a jövő tekintetében is európai szinten és magyarországi, illetve az itteni területekhez kötődően. Hiszen nem volt véletlen,
véletlen, mert a délszláv kutatásban a jogszokásoknak Bogisics révén kitüntetett szerepük volt, tehát mondani értő fülekre talált ez a kérdéskör. A jogszokások, mondhatnánk azt, hogy milyen szerepet játszanak, amikor a jogalkotási folyamatokban azt látjuk, hogy jogszabályok dömpingével találkozhatunk, mind Magyarországon, mind itt, Szerbiában is. Az Európai Unióban pedig még inkább jellemző ez. Viszont nagyon jól látszik, hogy a jogalkotás területén ez valóban így van, de ha a jog érvényesülést vizsgáljuk, akkor már azt látjuk, hogy a fenti jogához képest a kisközösségekben a saját maguk által alkotott szabályoknak nagyon nagy szerepe van, amelyek ugye úgy szoktuk mondani, hogy ez a lent jogát jelentik. Viszont az is érdekes, hogy ezek a jogszokások csak ott élnek, ahol integráns közösségek vannak. Tehát egyfajta barométer szerepet játszanak, mutatják, hogy egy közösség, egy vidéki közösség, elsősorban ugye a paraszti közösségekre szoktunk gondolni, de ez sokkal szélesebb annál, ez a terület, hogy egy vidéki közösség mennyire él, mennyire élő, mennyire integráns, mennyire tudja a funkcióit gyakorolni, a közösségi funkcióit gyakorolni, hiszen a jogszokások a mindennapi élet jogát jelentették. Másrészt pedig preventív szerepet is játszik, hiszen megelőzhet olyan közösségi szétesési folyamatokat, amelyek sajnos mind Magyarországon a vidéki közösségek, a falvak tekintetében, mind pedig itt a délvidéken láthatóak. A nemzetiségi önkormányzat rendeltetése tehát alapvetően a nemzetiségi közügyek ellátása és működése csak akkor tekinthető törvényesnek, ha szervezetét az előírt módon hozta létre és működteti, tehát ellátja a közhatalmi állami szervekhez, területi önkormányzati szervekhez, nemzetiségi önkormányzati szervekhez kapcsolódó képviseleti feladatokat. A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság komoly kapcsolatot ápol határon túli szervezetekkel, egyetemekkel. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy azokat a vívmányokat és azokat a lehetőségeket, amelyek biztosítottak akár Magyarországon, akár pedig a diaszpórában vagy határainkon külhonban élő magyar honfitársainknak, azt minél szélesebb körrel megismertessük, hiszen például a kisebbségpolitika, a kisebbségben élő honfitársaink lehetősége érdemben befolyásolja azt, hogy az adott térségben, így például itt a Vajdaságban mennyire tudnak megmaradni, megerősödni, és ezáltal ennek a környezetnek a megtartó ereje, gazdasági lehetőségei mennyiben tudnak fejlődni a következő időszakban. A magyar kormány hogyan tudja támogatni magát, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaságot, vagy ezeket az érveket, amelyeket most felsorolt? Ugye alapvetően biztosított, hála Istennek, itt Szerbiában is az alkotmány biztosítja a kisebbségeknek az önkormányzáshoz való jogát, és ennek az autonóm szervezete a Magyar Nemzeti Tanács. Én úgy gondolom, hogy egy hatalmas lépés volt azzal, hogy létrejött a Magyar Nemzeti Tanács. Hosszú idő kell még ahhoz, hogy a Nemzeti Tanács megerősödjön, és ebben a Magyarország kormánya minden segítséget megkíván adni. Egyrészt a jogszabályokban meglévő jó gyakorlatok átadása tekintetében, akár Szerbiának, akár pedig a diaszpórában, illetve itt a külhonban élő magyar közösségnek, másrészt pedig anyagi támogatást is tud nyújtani. De nem csupán a Nemzeti Tanácsnak, nem csupán az önkormányzáshoz tud és kíván és ad is Magyarország kormánya támogatást, hanem a különböző civil szervezetnek is lehetőségük van különböző támogatások elnyerésére, akár egyedi úton, akár pedig pályázatos úton, így megvan ez a lehetőség a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság számára is. Az a szellemi produktum, amit mi asztalra rakunk, az ennek az országnak is a szellemi produktumának a részévé kell, hogy váljon. Pásztor István tartományi házelnök köszöntőjében kifejtette, hogy a vajdasági tudományos életben egyre kevesebb magyar van, ezért ezt a folyamatot meg kell változtatni, tenni kell a megmaradás érdekében. Mi úgy zártuk ki magunkat, és úgy zárjuk ki folyamatosan magunkat ebből a térből, hogy a legtehetségesebb gyerekeinknek a legnagyobb része nem itt folytatja a tanulmányait, hanem valahol Magyarországon vagy máshol. Ha kevés egyetemi hallgatónk van, akkor folyamatosan szorítjuk ki önmagunkat az egyetemi szférából.
és fontos volna, hogy az intézmény egyetemi szférában jelen legyünk, hogy művelni tudjuk a tudományt, és hogy ebből a kettős identitásból kiindulva mind a nemzeti produktum, mind az itteni országos produktum része tudjunk lenni. Szerintem ennek a kérdésnek a kezelése az egyik legfontosabb kérdés a mi számunkra ma. Itt egy paradigmaváltásra, egy szemléletváltásra volna szükség, ugyanis az elmúlt mintegy negyed évszázadban kialakult egyfajta elutasítás a szerb nyelv irányába, a szerb társadalom irányába, és ennek mi vagyunk a kárvallottjai. Abba a helyzetbe kell újrahozni magunkat, hogy megtanuljuk a szerb nyelvet, hogy a nyelvismeret ne legyen akadály, ami a felsőoktatásban való megjelenést illeti, és nagyon fontos volna, hogyha itt a családtól kezdve, az iskolán keresztül, az egész társadalmat figyelembe véve egyfajta szemléletváltásra kerülne sor. Nagyon szerencsés körülmény az, hogy több mint két évtizedes küszködés után talán most abban a helyzetben jutunk, már az első lépések megtörténtek, hogy a szerb nyelv oktatása egy másfajta metodológia szerint fog történni, ami azt fogja eredményezni, hogy a gyerekek, amikor elkezdenek szerbül tanulni, akkor ezt úgy teszik, mintha idegen nyelvet tanulnának, nem alakul ki bennük egyfajta elutasítás, nem alakul ki bennük egyfajta sikertelenség, egyfajta fóbia a nyelv irányába. Azt gondolom, hogy ez az elemi érdekünk. Ugyancsak célunk olyan nemzetközi kapcsolatok kialakítása, amik lehetővé teszik, hogy a más országokban létrejő tudományos eredmények. Bóka János, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási dékánhelyettese az Európai Uniós projektekben való részvétel lehetőségeiről számolt be. Az Európai Bizottság 2015-ben egy olyan operatív programot fogadott el, aminek a lényege a közigazgatás és a közszolgálat fejlesztése azért, hogy az Európai Uniónak a 2020-as évre kitűzött stratégiai fejlesztési célkitűzései megvalósulhassanak. Ennek az operatív programnak a keretében a magyar kormány egy kiemelt fejlesztési projektet hozott létre, amely kiemelt fejlesztési projektnek célja a jó kormányzást megvalósító közigazgatásfejlesztési programoknak a támogatása. Ennek a végrehajtója és kedvezményezettje a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a program végrehajtása során az intézményfejlesztési stratégiájának megfelelően igyekszik kapcsolatot építeni a külhoni magyar tudományos műhelyekkel és közösségekkel is, azért, hogy olyan kutatócsoportokat, kutatóműhelyeket, szellemi termékeket hozzon létre, amely a magyar közigazgatásban is hasznosulhat. A külföldön megszerzett tudás és tapasztalatot, illetve ismereteket olyan módon közvetíthesse a magyar közigazgatás felé, amely mind a tudás forrása, mind pedig a felhasználási hely számára kölcsönösen hasznos. Ennek keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem olyan kutatócsoportok és kutatóműhelyek létrehozásában érdekelt, amelyekben a külhoni magyar közösségek tudományos közéletének képviselői is helyet kapnak, és az anyaországi kollégákkal közösen tudnak olyan kutatási projekteket kialakítani, amely a magyar közigazgatás közszolgálat számára felhasználható. Ezek az együttműködések, ezek intézményi együttműködések is lehetnek, például a Vajdasági Magyar Tudományos Társasággal, de személyes együttműködésekben is érdekeltek vagyunk a közösség tagjaival. És a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság méltányolva, hogy mindenkinek itt a többségi nyelvet meg kell tanulnia, mert ez érdeke, és minél magasabb szinten. A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság 1997-ben 10 egyetemi tanár kezdeményezésére alakult meg. A civil egyesületek névsorába csak 2000-ben kerültek, de a megalakulás óta aktívan tevékenykedtek. A természet- és társadalomtudományok szférájában több monográfiát adtak ki, és elnyerték a tudományos publikációk lehetőségét is. A novemberi újvidéki szakmai konferencián, amit 9-szerre rendeztek meg, összesen 37 hazai és külföldi előadó beszélt a vidék jelenlegi helyzetéről, a népesség megtartó tényezőkről. Hát a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság az 1997-ben alakult meg, az első alakuló közgyűlésen
10 egyetemi tanár vett részt, és hát az akkori körülmények nem engedték meg, nem a mi jó voltunkból, az alapítást, és majd csak 1999-2000 környékén vettek be, hosszas küzdelem után, jogi küzdelem után a civil társadalmi szerveződések lajstromában. Azóta vagyunk tevékenyek, számos monográfiát jelentettünk meg, tehát természet- és társadalomtudomány területéről, és hát így módon megnyitottuk az utat, hogy a Vajdasági Magyar Tudományosság juniortól szeniorig és oda-vissza egy szerény publikációs lehetőséget nyerjen el. Viták voltak arról, hogy ez tudománynépszerűsítő társaság legyen, vagy igazán stricto sensu, szigorúan tudományos jellegű. Végül is azt hiszem, hogy nem indokolatlanul győzött az az érv, hogy nekünk a tudomány és az anyanyelv az eszközünk, amivel kifejezhetjük gondolatainkat. És persze, hogy a mi tematikai tanácskozásaink, mint ez a mai is, mindig valahogyan integráló jellegű volt, mert hát mind a természet, mind a társadalomtudományok hozzá tudnak szólni azokhoz a kérdésekhez, amelyek ugyan néha sors kérdésekként merültek fel a vajdasági magyarság nem egyszerű elmúlt évei során, de olyanok is, amelyek a gazdaságfejlesztés, a környezettudomány, környezetoltalom, a nyelvünk megóvása, tehát mindig vannak nyelvészeink. Hát ilyenek is vannak, és ennek örülünk, hogy népszokásokkal is foglalkoznak. Tehát valamilyen módon olyan, ha nem is sorskérdésekkel foglalkozunk mindannyiszor, olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek hát az identitásunkat érintik. A Tudomány Napjának szentelt konferencia beszámolóiból egy kötet jelenik meg, ami a tagtársak rendelkezésére fog állni. Az egésznapos szaktanácskozáson a társadalom, a természet és a műszaki tudományok témaköre mellett számos olyan beszámoló is elhangzott, amely a joggal kapcsolatos.